Szevasztok, srácok, visszatértem újra Dark, újra War Thunder. Ezúttal egy vegyes csatával készültem nektek, aminek az első részében egy Valentine MK9-es csatát fogtok látni, amit az egyik éjszaka mentem. Akkor nem volt alkalmam beszélni a csata alatt, ezért ezt utólag fogom nektek kommentálni. Remélem, hogy így is azért valamilyen szinten izgalmas lesz, és be tudom mutatni nektek, hogy ezt a tankot hogy is kéne használni, vagy hogy mire jó igazából. Amint látjátok, a Valentine MK9-es, ő a harmadik kifejleszthető Valentine tank a brit ágon. Mellékhatáról mutatja, hogy itt nekem már van egy Churchill-em is, van Cromwell 1-esem, épp a Sherman Firefly-t fejlesztem. Van 3 inch gun carrierem, tehát azért lesznek még itt videók a britektől, de nyugodtan azért kérhettek ti is a videó alatt tankot. Kaptam már üzenetet másik videó alá, az IS-1-es alá, hogy azért a Sherman tankokról is csinálhatnék videót, nyugodtan írjátok le, hogy miről szeretnétek, amennyiben van rá lehetőségem, el is fogom nektek készíteni. Azért van elég tankbázisom ahhoz, hogy videókat tudjak készíteni, mint látjátok, az oroszoknál is elég jól állok, a németeknél fogjuk rá, hogy jól állok, ezért az elején nagyon sokat játszottam a némettel, de utána én gyengének éreztem őket, és abba hagytam ezt az ágat. Hát aztán Amerika, tehát Amerikánál is azért azt kell mondjam, hogy már megvan minden tank, tehát nyugodtan kérjétek, lehetőségem időm engedi, akkor fogok nektek videókat készíteni róla. De térjünk vissza akkor a Valentine-ra. Róla fogjátok látni az első csatát, amit utólag fogok alá kommentálni, és akkor a második csata a T-34E lesz. Most ezzel a kis vegyes felvágottal készültem nektek így a hétvégére, csak hogy ne maradjatok videó nélkül. Hát akkor lássuk. Na, meg is érkeztünk Stalingrad pályára, a Valentine-on akkor, hogy megbeszéltük. Nos, elindulok az A pont fele, reménykedve, hogy tudunk valamit okoskodni. Próbálok mindig a város szélén haladni, semmi esetre sem megyek be középre, mert úgy megadom az esélyt arra, hogy több oldalról bántsanak engem. És ugye ezt nem szeretjük, elég, hogyha egyfelé figyelünk. Erre a tankról tudni kell, hogy amint látjátok, nagyjából azért egyenes vonalban tudunk 20 és 30 között haladni, nem a gyorsaságára a híres. Tolatni meg aztán pláne nem kell vele, tehát ez az a tank, aminek egyszerű, hogyha berakjuk egybe, elkezdünk megpörögni és elhúzunk onnan a francba, hogyha bármi gondunk van, mert nem isten bizony, hogy túléljük, hogyha ott elkezdünk tolatgatni, főleg nem, hogyha mondjuk artiznak ránk, ugye én is úgy szoktam általában artizni, hogy a tank mögé artizok, hogyha visszabújik fedezékbe, akkor pont belemenjen az artinak a tüzébe. Azt hiszem ez így logikus, ezt így is kell csinálni. Nos, meg is jelent az első ellenfél, megy be, már benn is van az A pontnál. Szerencsére a csapattársaink ott vannak. Most szánt szándékkal nem lövöm le ezt a palaborítást. Ezért ennek lőttek egyszer egyet, és ez le is esik innen. Tehát ez nem véd meg titeket semmitől, nem szabad ebbe a hibába beleesni, sokan beleesnek. Abszolút nem még véd meg benneteket semmitől, mint hogy más sem ezen a pályán, de ezt majd mindjárt meglátjátok. Itt picit belerongyolunk, azért romoljon le, ha valaki itt most mögénk jönne, akkor azt lássuk, de a túl végét nem romboltam le abszolút. Nos, megérkeztünk, figyeljük a sarkot, hát ha valaki kibukkanik, akit eddig nem szporoltak fel a társak. Úgy néz ki, hogy nem, inkább az A-val foglalkoznak, úgyhogy elkezdek én is majd szépen arra figyelni, hogy ott az A-nál, ha én itt benézek balra a sarkon, akkor ugye pont meglátom a tankokat, hát akkor meg itt be is nézek, hát ha valamit tudok segíteni, fiúk meg egy szupportot nyújtani. Ugye a brit tankokat idézőjelben azt nem szeretem a brit tankokban, hogy nincsenek annyira hatásos lőszereik. Most is látjuk, hogy meglőttem, oké, Gunnere meghalt, Drivere megsérült, vagyis a lőpuskása megsérült, úgy de jó nekem, de hogyha ezt egy német tankot csinálom, akkor nagy volt is, hogy berobbant volna az egész tank. Kapja a harmadik lövést, még mindig nincsen semmi baja. Kapja a negyediket, még mindig nincsen semmi baja. Ötödik lövés, csak egy horizontál dual drive. Hatodik lövés, bum, motortér lepattan. Készítem elő a hetedik lövést. Na számoljuk ugye 7 lövés egyetlen egy nyambat tankba. Hopp, a hetedik lövés is ezzel bírtuk kilőni. Azt hiszem 7 lövés egy tankba az egy kicsit sok. A térképen lehet látni, hogy előttem megjelent az A6-ba egy tank, itt az épületen belül, kicsit előrébb húzódok, közben már mellettem is van egy vérkisti, aki úgy gondolja, hogy engem letámad, csak nem számol azzal, hogy van közöttünk egy fal,
és mögöttem megjelent egy csodálatos ellenfél, és ő sem számol azzal, hogy van közöttünk valami, sőt, de számol vele, csak úgy számol vele, hogy abszolút meg tudja védeni az a vasúti kocsi, ami közöttünk van, tehát jelentem, semmit nem véd a vasúti kocsi, átlőhető. Vérpistigény közben meglőtte a falat, itt a fal nem átlőhető, tehát tudnotok kell, hova helyezkedtek, és már próbál meg a PZ3 eljével minket be oldalazni, és hátunk mögé kerülni, hát ezt nem hagyjuk, visszamegyünk mi is, hogy lássa a szándékot, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű, nem lőjük el magunkat, nem szabad ellőni, lehet, hogy arra vál, hogy ellőjétek magatokat, ezáltal utána kijön, és egyetlen egy jó lövéssel a személyzetemet el is tudná intézni a tankból. Van itt velem a térképen látszik egy barátom, egy KV-1-es, jelzek neki, hátha ide tud nézni, és ki tudja helyettem lőni, vagy nekem lőni ezt a csodálatos német tankot. Adta is a választ, hogy rendben van, jön segíteni. Úgyhogy még egy kicsit várunk, nem lőjük el magunkat továbbra se. Megérkezett a KV-1-es. Puff, egy lövés, PZ elbúcsúzott. Annyira le volt foglalva velem, hogy egyszerűen nem nézte azt, hogy mi van körülötte. Mindig nézzétek a minimetet. Megköszönjük neki csodálatosan. Visszajelesz, hogy rendben, vettük az adást. Egyetleg egy jó csapattárs. Így jó játszani, hogyha figyelünk egymásra, és érzitek azt a csapatban játszatok. Na hát folytassuk a küzdelmet, látjuk, hogy jönnek a további tangok. Itt vagyunk mi mindig együtt a KV-1-essel, aki most felment repülni. Én pofátlan módon próbálok betolatni. Látjátok, milyen lassan tolat? Próbálok betolatni mögé, hogyha valaki majd a saroktól elkezd lőni, akkor a tankom védve legyen. És meg is érkezett a következő. Srácok, semmit nem véd a vasúti kocsi. Ugyanúgy el lehet lőni, ő egy Cromwell lesz. Kapott még egyet, ő neki már nem mozog a tornya, nem áll meg szerelni. Tehát nekünk megadta arra az esélyt, hogy tovább lőjük. Tűnjük is rendesen. Puff, kapott még egyet. Úgy lesz, hogy az ammó nem robbant be. KV-1-esnek jelzek, hogy itt van ez a Cromwell, bátya, nem ennyi már sehova. Ő nem vette észre semmi gond, a Cromwell megy tovább, ő majd azt mondja, hogy kicselez minket, hát eddig tartott. Sikerült egy jót az ammóba belehúzni. Itt a következő vérpisti. Puff, kritikál. Nem megyünk ki oldalasan másnak, próbálunk szögelni. Ez nem szögelés, amit ő csinált. Hopp, egyből meg is állt szerelni. Visszajön a KV-1-es, de nem akarom hagyni, hogy kilője, de ő elintézte a végét, semmi gond nincs ezzel, legalább megmenekültem. Ott a következő, aki szintúgy bebújik a vasúti kocsik mögé, szintúgy nem ér vele semmit, kap egy lövést, csodálatosan kritikál pilótafőként, három darab személyzete maradt a tankba, és a következő lövésre kivégeztük. KV-1-est elkezdték lőni, ezt érzékeltem, ezért vagy ő segített nekem, és csapattársak vagyunk, ezért én is segítek neki. Kinézek, látom, hogy a sarokról lövik, próbálok szupportolni, igazából itt ammót próbáltam lőni, csak maradjunk annyiba, hogy egy kicsit nem volt jó az egér használat. Ezt egy lövésre ammón el lehetett volna csodálatosan vinni ezt a tankot, nem sikerült, semmi gond nincsen vele. Bízom benne, hogy a KV-1-es azt elintézi, de közben időközben mögénk került egy T-34-es. A T-34-esektől én félek. T-34-es tank az konkrétan egy lövésre, hogyha jól használja valaki, ki lehet lőni. Látjátok, én is pattantam róla, kapja a következő második is lepattant róla. Semmi extra nem csinált, csak megállt szembe, hát ilyenkor nincs más hátra, mint előre. Megy be a toronyban, következő. Megy a harmadikra, nem sérült meg tőle, nincsen semmi gond. Megyünk mellé, mivel hogy nem tudja mozgatni semmiét, feltételezem elkezdett szerelni, kapta a kritikát, ment rá a bomba, elonnan. Meg is kapta a bombát, de én nem hagyom a csapattársam elvigyel killemet, én befejezem ezt a kis egyéni harcomat, és ezáltal ki is lőttem a T-34-est. Nos, ez is megvolt, már úgy érzem, már sokat tettünk a csatáért, de még nem hagyjuk abba, nem adjuk fel, mind a három pont lassan a milyenké lesz, ugye a srácok foglalják az A pontot. Én odaadottam egy arcit, igazából nem figyeltem fönt az ikonokat a képernyő tetején, hogy azt valójában mi húzzuk le, és most mi fogjuk behúzni, és adott nagy artit, na most ez nagyon nem volt szép tőlem. Remélem, hogy nem talál el majd senkit. Közben kaptuk a bombázót, három, azaz három darab bomba. Megindulunk. Kiszórok jó pár tankot, fogalmam nincs hirtelen melyiket bombázom, hát akkor legyen egy légvédelem. Ha már lepülős légvédelem, akkor az mi epic, hogy őt fogjuk kibombázni. Ha sikerül, következő elkezdték húzni a B-t. Megy be egy T-34, elédobok egyet, hátoda fog megállni, ott egy Cromwell, rá is rádobok, még rájuk zuhanok, hogy kapjak érte valami kis Lion-t.
és reménykedem benne, hogy a bombázásom a sikerrel jár, megy rájuk az Arti, és hopp, és a Cromwell ki is tudtuk szedni csodálatosan. Két Artit még oda dobtam, hogy ők ne akarjanak nagyon ott bennmaradni, vagy sérüljenek meg egy kicsit, esetleg egy lánccal leesett, és akkor a társadalom ki tudják lőni őket. Elindulok, hogy majd itt csodálatosan rendet teszek a pálya szélén, aztán rájövök, hogy itt bizony nem fog kiférni a tankom. Megfordulok irány vissza, mert még nagyon-nagyon bele akarok folyni, még mindig a csatába, ugyanis úgy érzem, hogy még nem tettem eleget. Így keresem az ellenfeleket, keresem, hogy kiket lehet lőni. Hát velem szemben megláttam egy párat. Igaz, hogy elég messze vannak és van közöttünk pár domb, de próbálok közelebb menni, hát ha egy-egy dombra fölállva, azért még le tudok adni egy-egy lövést. Vagy csak egy hitet, kapok érte egy asszisztot, nekem az is tökéletesen megfelel. Mint látjuk, behúzták a B pontot az ellenfél. Nagyon nem örülök neki, de hát sajnos nem tudunk mit tenni, ez van. Közben a C pontot is elkezdték lefele húzni. Itt most nem szabadna, hogy még azt is befoglalják, mert még innen is ki tudunk kapni. Tehát hiába van ennyi előnyünk tüket pontba, és látjátok, fönn a kékcsék elég sok, jóval nagyobb, mint még az ő pirosuk. Egyszerűen még innen is ki lehet kapni. Tehát nem szabad ellazáskodni a parti végét sem. Hát közben egy gyönyörű vasdarab megállította a tankomat, nem minden akadályt lehet ledönteni, eltolni az útból, ez pont egy ilyen volt. Ellenfeleket találok, de sajnos nem látok rájuk, próbálunk még közelebb menni, de olyan lassú ez a tank, sosem fogok odaérni. Próbálok leadni lövést, mindig nem látok senkit, és úgy érzem, hogy lassan már eljutunk arra a szintre, hogy nem is lesz rá lehetőségem, hogy bárkit lehiteljek. Hopp! Egy cél! Jaj, de jó, egy hitet tudtam adni, sajnos nem értem el vele semmit. Egyszerűen fogta és a repeszek lepattantak, hogy nem a tankba fejtették a hatásukat, inkább már a tank mögött próbáltak valami eredményre jutni. Mint látjuk, azért 6 killel, 3 killasszisztal, 4. helyet elfoglalva a csatába, azért sikerült lehozni ezt a meccset. Tegyünk egy újabb kísérletet akkor a videó felvételre, hát ha most röccenésmentesen fog menni 1080-ba. Itt van velünk Erobelis, szia! Üdvözletem! Gyerünk be a B-re! Üdvözl lehelletem! Mondhattam volna azt is, de nem így mondtam, hogy még mondjam. Meg van a fiúk, hányok, figyelem! Ha-ha-ha! Milyen viccesek vagyunk! Igazi kis humorbrigád! A humorzsák, így van, a humorzsák! Ó, egy Panzerwerfen valahol nagyon lövi a rakétáit, hallod-e? Fú, bírom, nagyon durva az a rakéta hang, az valami elképesztően jól megcsinálták. Egy a baj az a kis tankkal, hogy nekem nincs meg. Talán ez a legnagyobb. Meg célozni nem lehet vele. Meg hát igen, na egy enemy van velem szembe. Ő is jönne a B-re, most nem tudom bemerjek-e menni. Hát muszáj. Figyelj, fedezzek azt, látom. Innen jön kicsit jobbról, nekem egy óránál van nekem. Látom, az előbb láttam. Még addig nem akarok bemenni a pontok, még hoppa, de muszáj leszek bemenni. Oldalt teszek, fordulva neki, de figyelj, csak nem lövel. Én bemegyek ide valahogy a szikla mögé. Menjék kicsim, menj. Köszönöm szépen, oké, ott vagyok, hogy elvileg ő már nem tud ellőni, de még attól függetlenül. Hú, milyen a C is, na hát akkor igazából... Panzer, látod azt a füstöt balra? Cromwell szembe inkább azzal foglalkozom én. Láttad a kis Cromwell-két? Próbálkozok. Ott szembe? Majd mindjárt felszpotolom neked, csak most ott van. És csak meg. Bele kéne majd foglalatoskodni, mert itt próbálkozik itt a fiú. Hát igazából kap egy artit. Az a helyzet, hogy... Próbálok rá summantani. Küldtem egy artit, megnézzük, hogy... Én legalábbis elvileg ráküldtem, megnézzük, hogy ki akar onnan jönni. Na, mozog nagyon, tehát ügyesen csináljam, mert tudunk lőni. Mindig elkezd tolatni, de most én leszek okos, mert mögé fogok lőni. Én meg azt csinálom, hogy azért picit elmozzok oldalra, ha innét már látom is. Jó, én nem tudok rálőni, de sajnos annyira épp, hogy csak a bubja látszik ki. Hogy én nem tudok rálőni, viszont akkor maradok itt benn, fogom a pontot. Hol vagy te? Ott hátul? Szerintem maradj is fedezékben, ne is gyere be ide, amíg nem muszáj. Betették ezt az új feature-t a játékba, hogy megállsz benne a ponton, és ugye magától elkezd tölteni.
De igen. Nem biztos, hogy nekem az annyira jó, mert tele lesz mondjuk lőszerrel. Kritikál hitem van, akkor Rombel sikerült eltalálni. Tehát tele lesz lőszerrel a tankom, és én nem biztos, hogy ezt akarom. Tehát, hogy nem feltétlenül ülök neki. Állandóan mozogni kell, hogy ne kezdjen el tölteni. Jön egy F1-es balról. Sokkal arrébb van, mint a Cromwell. Látok valamit, ott a Cromwell. A Cromwell, azt ha tudod foglalkoztatni, nekem az már jó. Megpróbálom. Az F1-es balról próbál jönni, én ott kiszállsz réfelek, szögelek, azt majd én akarom őt ellőni. A Cromwell, aki még szórakozik, már úgy látom, hogy én nekem is rá kell menni a Cromwellre, mert... Elment a Cromwell. Elment a Cromwell, Nuri. Figyelj, itt van előttem egy tank. Látom. Ráment az Arti. Jó, megyek előre, kerülöm balról a sziklát, hogy kiszedjem. Én meg megyek mögé. Ó, itt az F1-es. Jó, előttem. Nem menj ide, itt vagyok mögötte. Csak jó, elment, figyelmét. Elment. Ja. Megyek vissza a pontra, nem hagyom ott. Megyek vissza a pontra, nem nyomulok tovább. Én jobb szeretek itt benn lenni. Hogy te előre menti annyira? Hát akkor muszáj leszek erővel balról beled jönni. Azért nem akarod nagyon előre menni, mert a C-től ugyanúgy belőnek minket. Tetszik tudni érteni? Ja. Tehát azért nem akarok fölöslegesen mászkálni. Akkor felzárkozok hozzád. Egy PZ4 célő minket balról konkrétan most. Ott van, de csak azért spotolom így állandóan őket, hogy hát, ha valakinek van arti és eszébe jut vadogni. De sokszor csak azért spotolok. Ugye, én is előrébb jöttem most. Látom, itt vagy, oké. Itt vagyok, ha én is. Itt is Stug mellettem. Stug 3G. 300 méterre itt van mellettem. Meg jön neked is egy spawnról, itt majd jobbról. Tüzérem van. Muszáj mozognom. Mozogjál, nincs ezzel semmi. Semmi gond. Kidötte a tüzéremet. Ott a Stug oda kiállt kempelni a semmi közepére, az tök jó dolog. Hozzak egy bombázót. Jó van. Ugye Erobel ott mögötted, ott itt jön aki jobbra jön egy tank. Az, arra figyeljé, amúgy jön ránk a repülő. Jó. Jövök segíteni. Van rajtam valaki vadász? Senki. Na, akkor megpróbálom megtisztítani a terepet egy kicsit. Itt van a domb mögött a tank. Igen, te fogd ezt! Mennek itt be az arra is, azt látom. Hány bombám van? 4. Megyek oda Erobel. Ajaj, Erobel, oda dobhatom? Ne. Akkor, jó, elengedtem, nem dobom rá. Leég. Nem, elaludt. Jó van, előtte magát. Szép. De én még töltök. Valhéban. Jövök, segítek. Nem tudom, hogy kibírom-e azt a lövést. El van lőve már teljesen, kigyújtottam. Mindjárt lövöm el, nyugi. Megint el van lőve, megint. Nem fog lőni. Nem lőhet. Oké, jó, kitoltad, nagy király vagy, segítek. Elment, köszönöm. Hú, baszki! Ez munka volt, apám, kitoltad ide. Gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Vannak még többen itt, amúgy kempelgetnek még többen. Itt a sziklák között, de nem megyek oda a pofon érni, megvárom, hogy jöjjenek ők. Az kész. Kávé 1-es kapott egyet. És nem vette és szörlődtem. Jövök idébb hozzád. Mondjuk úgy, hogy ezt a partit eddig hozzuk. Hozom én a bombázót. Jó, akkor jövök ide a tankot. Lenyújtál? Le. Jöttem volna a tankodat megvédeni akkor, amíg fönn vagy. Figyelj, nem rám figyel a kávé 1-es. Azt tudom lőni, csak... Én nézem a segget, én nézek a segget. Egy a gond, hogy izé töltök, mint az állat. Milyen kávé egyes? Ott van. Pont felé nézek. Én látom. Most már észrevettem. Oh, azt végignéztem barátok Premier Plumból. Úristen. Azt ki lehet kapva, na, maradjunk annyiba. Ott egy Achilles. Achilles. Hogy mi a tököm, hogy mondják azt? Azt én lövöm ki!
Meg ott egy Hedzer, most figyelt rám. Jó, vannak mögöttünk is, de semmi gond, a Hedzerbe besegítek, jó? Jó van. Megint az lesz a taktika, amit az előbb csináltam, megkerülök. Csak hit, de elment a váltója. Szerintem most nem fog alébb menni. Jó, most ennyi után be a bombázott. Na gyönyörű, akkor én intézem az egy vizét. Addig ezt a kicsike tankocskát itt még. Oké, minden elkiszállt. Csak hit. Artillery. Fire. Kaptunk kis artit. Jó bombázót kaptam. Elmegyek innen, mert artit kaptunk. Ott egy Cromwell. Na, én ezt akarom beszedni, ezt a Cromwellt. Nem hiszem, hogy el fogok érni odáig. De igyekszek. De, elérek. Cromwell kiment. Na, mi van még? Ledobtam a bombákat. Belé kormányzom még a gépet. Húzzák a C-t. Na, kiért révbe ott a C-né? Előtt. Kritikálom van a PZ3i, amelyik bal oldalt van. Oké, okay. Nagyon lőnek. És nem tudok visszalőni, mert izé láncom van. Jó, még kritikálom van a SU-122 is. Oké, okay, segítek főnök. Az a baj, hogy mindent nem tudok sajnos egyszerre. Egyszerre tudsz valamit csinálni? Először a SU-t szedtem ki. Jó, nem tud belőni. Lejöttek de onnan, hallod? Egyszerrel? Aha. Az a baj, nekem az túl... Gyönyörű! Kikapták, jó van. Az túl kemény nekem. Egy szekés tudok fordulni. Van egy T-34E. Viszont mögöttünk is egy tank. Ő itt jön mögöttünk valahol. Azonnal meg kell fordulnom. Itt van-e? Láncom van. Nem vett minket észre a Cromwell. Szerintem minket akar beoldanazni. Erovel, itt egy Cromwell bal oldal. Nem tudok fordulni, láncom van. Ez csúnya volt. Szép volt. Na srácok, így a T-34E videó után, amit Erovellel követtem el, szeretném megköszönni, hogy itt voltatok ma is velem. Remélem, hogy itt a hétvégére azért tudtam egy picit csillapítani a videó hűségeteket. Az első videó így alá kommentálással is remélem, hogy azért valamilyen szinten élvezhető volt, azért nem ez lesz a mindennapos, hogy én utólag fogok alá beszélni, vagyis vagy replayből fölvenni, de azt kell mondjam, hogy lehet, hogy lesz rá még szansz, megírhatjátok nyugodtan a véleményeteket, hogy ebben a formában mennyire volt izgalmas, nyilván sokkal izgalmasabb, hogyha az adott pillanatban adott szituációban kommentálom le a dolgokat, de hát ezt most így dobta a gép. Srácok, nektek jó hétvégét, köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és nyugodtan, mint említettem a videó elején, írjátok le kommentben, hogy mit szeretnétek látni a csatornán, milyen tankot szeretnétek látni a csatornán. Szevasztok!